जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जनवाला भा गिरिवर धारे गोपी जनवाला बा गिरिवर धारे यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जनवाला बा गिरिवर धारी गोपी जनवाला बा गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टतत्रिदानंदी गोस्वामी अभायचरण अरविंद शील प्रभुपाद की जय श्री गुरु परंपरा की जय श्री स्कंद गुरु वृंद की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय नाम आचार्य हरिदास ठाकुर की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय बृहद मृदांग की जय नव रज दाम की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय श्री गोवर्धन की जय श्री गोरतराज महाप्रभु की जय वृंद देवी की जय साधु संग की जय साधु सेवा की जय श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे मिंदन दिचुशिगे तु सजुद भक्ताक्नक मिंदन दिचुशिगे तु सजुद भक्ताक्नक मिंदन दिचुशिगे तु सजुद भक्ताक्नक मिंदन दिचुशिगे श्री श्री गुरु गौरांगानक मिंदन दिचुशिगे श्रील प्रभुपादनक
Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Igazából a lila ma már megvolt, a keftelés már megvolt a kirtánba, most már csak tatva kell egy kicsit hozzá. Ma egy kicsit fogunk beszélni Chaitanya Charitamritának, Adi Lilának arról a részéről, ahol Krishna Das Kaviraj Goswami Radha Tattvát tanítja, magyarázza, mi a Srimati Radharaninak a természete, mert hogyha mi legalább próbálkozunk megérteni Srimati Radharaninak a természetét, a tatvát, akkor a szívünkben fog történni változás, és akkor fogunk jobban ízlelni és értekelni a szadanát. Aztán majd kicsit később a keftelések. De persze ma is fogunk kicsit erről is beszélni. De elején magyaráznak a nagy bakták, hogy általában a kedvtelései Krisnáról az olyan, az egy nagyon nehéz étel. És ahhoz, hogy valaki úgy megemisszen, és megfelelően értékeljen, hogy hasznát kapjon és tudjon fejlődni, ahhoz kell tatva, vagy a filozófia. Tatva, ez a chili. Szóval amikor főzünk jó nehéz fisztet, akkor kell hozzá chili, hogy meg tudjunk emiszteni. Másképp, hogyha túl erős, akár a lila keftelés, akkor ember vagy mayavád hangulatba fog esni, vagy szahadzsia lehet belőle, vagy csak egy ilyen ateista sértő lesz, hogy jó, ez mik ezek a gyerekmesék. Ezért, hogy ez azt jelenti, hogy nincs megemisztve, és akkor káros ember az helyett, hogy megerősüljön lelkileg, le fog gyengülni, és akkor csak szenvedni fog. És meghosszabbítja magának a itteni létet. Ezért próbáljuk meg most javítani lelki intelligenciánkat, lelki emisztést, csodálatos, zseniális magyarázatokról, mert csak a tiszta bakták, majd mindjárt kiderül egy kicsit, hogy miért tiszta bakta érti, akár Radha tatvát, akár Krishna tatvát, ez mindjárt ki fog derülni, és ezért ők tudnak minket tanítani, mi csak tudjunk felolvasni. Van egy vers, amelyet megpróbáljunk együtt. Radha Krishna Eka Atma Dui Dehadari. Radha Krishna Eka Atma Dui Dehadari. Anyonya Vilase Rasa Asvadana Kari. Anyonya Vilasa Rasa Asvadana Kari. Radha Krishna Eka Atma Dui Dehadari. Anyonya Vilasa Rasa Asvadana Kari. Lehet, kedves Prabhuk. Radha Krishna Eka Atma Dui Dehadari.
Матаджик. Jókor megkérünk a fordítást, olvassunk fel. Nem kell szóanként. Ráha és Krisna egy és ugyanaz. Bár két testet öltöttek magukra, a szerelem ízeit élvezve, ízelik örömüket egymásba. Kegyelmes Srila Prabhupád magyarázat. Nem szól a mikrofon, akkor odaadom az enyémet. Rádha és Krisna egy és ugyanaz. Bár két testet öltöttek magukra, a szerelem ízeit élvezve így lelik örömüket egymásban. Őisteni kegyelme és Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupád magyarázata. A két transzcendentális személy, Rádha és Krisna, talány a materialisták számára. Srila Swarup Damodara Goswami naplójából származó fenti leírás Rádháról és Krisnáról tömör magyarázat. Fejlett lelkilátásmódra van szükség, hogy megértsük a titkot, amilyen két személyiség mögött rejlik. Egy valaki lelki élvezetét két formában. Sri Krisna az energiát adó tényező, Simati Rádharáni pedig a belső energia. A Vedanta filozófia szerint nincs eltérés az energia forrás és az energia között. Azonosak. Nem tehetünk különbséget az egyik és a másik között, mint ahogy a tüzet sem választhatjuk el a hőtől. Minden, ami az abszolútban él, az viszonylagos lét keretein belül felfoghatatlan. Ezért relatív észleléssel nagyon nehéz befogadni az energiaforrás és az energia egységének ezt az igazságát. A transzcendencia bonyolultságának megértéséhez az egyetlen forrás az Úr Chaitanya hirdette felfoghatatlan egység és különbözőség filozófiája. Rádharáni valójában Sri Krishna belső energiája, és örökké növeli Sri Krishna boldogságát. A személytelen filozófiát vallók, egy Mahábhágavata bakta segítsége nélkül nem érthetik ezt meg. Rádhának már a neve is azt sugallja, hogy ő örökké Sri Krishna legemelkedettebb szolgálója, aki kényelméről gondoskodik. E minőségben ő az, aki közvetíti az élőlények szolgálatát Sri Krishna felé. A vrindávanai bakták éppen ezért Simati Rádharáni kegyét keresik, hogy Sri Krishna elfogadja őket, mint szerető szolgáit. Az Úr Chaitanya Mahaprabhu személyesen közelíti meg a vaskorszak elesett feltételekhez kötött lelkeit, hogy átadja az Úrhoz fűződő transzcendentális kapcsolatok legemelkedettebb elvét. Az Úr Chaitanya tettei elsősorban gyönyört adó belső energiájának megnyilvánulásai. Az abszolút istenség személyisége, Sri Krishna, a teljes transzcendentális lét, tudás és boldogság mindenható formája. Belső energiája először szatként, vagyis létezésként jelenik meg. Ez más szóval az energiának az a része, mely az Úr létezésének szerepét terjeszti ki. Amikor a teljes tudást mutatja ki, akkor ugyanezen energiát csitnek vagy szanvitnek nevezik. És ez az Úr transzcendentális formáit tárja fel. Végül ugyanennek az energiának, amikor az örömadó közeg szerepét játsza, Hládini a neve, azaz a transzcendentális gyönyör energia. Az Úr így három transzcendentális változatban nyilvánítja meg belső energiáját. Nirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatyade Shatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Vasade Gura Bhakta Vrinda. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinat Bandhu Jagatpate Gopisha Gopikantanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrinda Vaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. És itt látjunk a természete Krishna Radha, Radha Krishna Ekatma Dui Deha Dari. Hogy itt a Krishna és Radha, ez egy egész, egy teljesség. De mégis ahhoz, hogy meglegyen ízlelve a rasa, Krishnának a Taittiriya Upanishad azt mondja, rasovaisaha, Krishna, aki az egyetlen egy, aki rászát élvez. És ahhoz, hogy ezt a rasszát élvezen, akkor kitereszti magát Krishna és a Radha, és utána többi társaira. De ahhoz, hogy megértsünk, vagy mit kell ahhoz, hogy ezt legyen értve, mert gyakorlatilag ez egy információ elsősorban, de ahhoz, hogy az legyen, ebből legyen megértés, hogy Krishna megnyilváljon a szívünkbe, hogy legyen megvalósítás, azt mindjárt fogunk itt együtt veletek megelemezni, hogy ahhoz, hogy mi is kapjunk élményt, ugye most mi próbáljunk meditálni Srimati Radharaninak a szeretetére, ami minden nagy bhakta is ezt teszi, és meg fogunk érteni, hogy kirtánban, amikor valaki énekel, táncol, mi történik, és mikor mi történik, amikor nem történik semmi. Ezt is mindjárt meg fogunk beszélni. Srila Prabhupád itt már elkezdte beszélni a magyarázatban, hogy Krishnának van három egy belső energiája, mindjárt ezt fogunk együtt tanulni. És ez az egy belső energia, az három energiára van osztva. És mindjárt összerakjunk a képet, és utána egy pár példával fogunk ezt látni. És meg is értjünk, hogyha én mondjuk 10-20 évig dzsapázok, és még nem tapasztalok semmit, akkor ma remélem kiderül, hogy miért. Vagy valaki már 3 napig dzsapázik, és akarja 3 éven belül kapni eredményt, akkor megérti, mit kell csinálnia. Okay. Akkor itt van egy bevezetés rögtön, az 59. versben mondja Krishna Das Kaviraj Goswami. Radhika hayena Krishnera pranayavikara. Svarupa shakti haladini nama yanahara. Itt arról van szó, hogy Srimati Radharani, ő maga az szeretetnek a megszemesülése, amelyiknek az a neve, hogy haladini. Haladini energia, haladini shakti. És most ez az egyik energia, akkor van a haladini shakti. Mindjárt egy kicsit beszéljünk. Haladini shakti mindig van lelki gyakorlatban, aki megkapja a prémát, bocsánat, a srádát, hitet, akkor atomni haladini shaktit megkapja. Haladini ez a boldogság energia. Az már ott van. Amikor van sastriya srada, akkor ember tapasztalja, változik az élet. Elkezd látni a baktákat szentekként, elkezd tisztelni. Szóval nagyon sok változás történik, és ugyanakkor van valami érzés, megérzés, hogy ez egy valami nagy boldogság.
De képzeljünk el, ez csak egy atomnyi. Ez még nagyon-nagyon pici, és annak az atomnak is már milyen hatása van, mert itt mondja, ez a vers, Haladini karaya Krishna asvadana, ananda asvadana. Haladini karaya Krishna ananda asvadana. Hogy Haladini Shakti lehetővé teszi Krishnának ananda asvadana. Asvadana az azt jelenti ízlelni. Hogy Haladini Shaktinak köszönhetőnek Krishna ízleli a boldogságot, az anandat, ananda asvadana. Haladinira dvára kare baktira pasána. És ez a Haladini Shakti táplálja a baktáknak az életét. Hogyha az nem lenne, akkor ki maradna itt 10, 20, 30, 40 évig. Mindenki elmegy. Hogyha nincsen ez a Haladini Shakti, aki táplálja, akkor lehetetlen, ahogy mondta a Srila Prabhupát, én semmit nem adtam senkinek. Nem adtam pénzt, semmit. Ő csak énekelt a parkba Hare Krishna mantrát, mégis mindenki mohó vágyal csatlakozták Krishna tudathoz. Igen, mert ez a Haladini Shakti az ott van. Azt mindjárt fogok látni, hogy hogy működik ez a Haladini Shakti baktáknak a szívében. Mi történik a szívünkkel, amikor... Majd kicsit később kell majd még olvasni, jó? Köszönöm szépen. Tudod melyik? Csak hogy tudjál majd. 67-es lesz, 467. Addig még megyünk bőven. És van akkor ez a három energia. Hát mi tudjunk, Chit, Satchit Ananda van ez a megértés, de belső energiát úgy hívják, hogy Sanvit és Haladini. Satchit Ananda, Rupa Krishna Rasva Rupa, Eka Ichich Chakti, Tandra Dehetina Rupa. Szóval van ez a belső lelki energia, amelyik Chit, vagy úgy is mondják, hogy Sandini, és ez lelki léteért felelős, a lelki világban. Van egy energia, de három részre osztódik, van a lét, és van a tudat, és a tudás, ez a Samvit, és Haladini Shakti, ez a boldogság. Ananda Amshe Haladini, itt most mondja pont Krishna Das Kaviraj Goswami, Ananda Amshe Haladini. Hogy a Haladini Shakti, ő a boldogság aspektusban van. Sat Amshe Sandini. A öröki lét, ez a Sandini. Chit Amshe Samvit. A tudat, vagy a tudás energia, ez a Samvit. Yare Gyana Karimani. Ő adja ezt a tudást és a megértést, és a tudatot, lelki tudatot. És rögtön magyaráznak az acsárjak, Jiva Goswami, és magyarázza, hogy lehet, hogy kicsit később még egy másik verset felolvassunk, és akkor majd ott kezdjünk beszélni erről. Igen. Haladini Sandini Samvit Tvai Eka Sarva Santitau Halada Taka Tapakari Mishra Tvai Noguna Vrajita. Ó kedves Uram, te mindennek a lényege vagy, a fenntartója. Három energia, Haladini Sandini Samvit, minden benne létezik, mint egy lelki energia, ez így oroszról fordítok magyarra, vagy azért furcsa, de hogyha nem érthető, szóljátok. Szóval ez a három elemből álló Haladini Sandini Samvit energia, ez a te belső, benned létező egy energia. Ami három kötőerőt érinti, ami élőlények hatás alá vannak, élvezet, boldogság és ennek másféle keverések, ezek nem hatnak rád, mert te mindig szabad vagy az anyagi tulajdonságoktól. Ez a Visna Puránából idézi,
Krishna Das Kaviraj Goswami. Mert arról van szó, hogy amikor valaki anyagi, nagyon anyagi tudatban és az három kötőrű hatás alatt van, akkor nem képes tapasztalni lelki ízeket, mert Krishnát ez nem vonz, mert Krishna nincs benne. Szóval ezért, hogyha a szadanát mi úgy végzünk, mint csak így ki kell pipálni, akkor nagyon sokáig fogunk csinálni, és nem lesz benne semmi. Az olyan, mint a rizst, mikor kicsipéltek a rizst, és megmaradt a héja, és akkor a héjába kell keresni rizsszemeket, az egy ilyen haszontalan dolog. Szóval itt ezért, amikor bakta gyakorol, és a tudat emelkedik, mikor hogyha figyelmesen gyakorol, énekel Hare Krishna mantrát, társul baktákkal, részt vesz kirtánon, végzi szolgálatot, na akkor emelkedik a tudat, és ebbe az állapotba, mondja, megnézünk, lehet a következő vers magyarázni fog. Aha, igen, és akkor itt következő mi fog történni. Amikor, még hogyha még valaki csak sima szatvára kerül, még mindig nem lesz igazi lelki élmény, mert a szatva gunához vannak keveredve a tudatlanság és a szenvedély. Ezért szatva gunába se lehet megérteni Krishna iránti szeretetet, mert pont ma erről beszéljünk. De amikor suddha szatvára kerül valaki, és akkor itt mondja most egy reakciót a tudatban, mi történjen, amikor valaki japázik helyesen. Sandinira sárámsa, shuta sattvanáma. Bhagavanira satta, haya yahatta visráma. A suddha szatva a szandini energiának az alapja, és ebbe benne létezik az Úr. Szóval a maga Úr suddha szatva szinten van. És amikor valaki gyapázik úgy, hogy a tudatja emelkedik, akkor suddha szatvára szintre kerül. Igazából úgy van, hogy a suddha szatva, ez azt jelenti, hogy szamvit, tudás Krishnáról, megértés, és haladini. Ez a kettő energia, amikor együtt behatol valakinek a tudatjába, a jó szadana eredményeként, akkor ő képes lesz megérteni Krishnát. Másképp tudjuk, hogyha mi nem megyünk és nem prédikáljunk embereknek rögtön a Krishnáról, a gopikról. Azért, mert kötőerők alatt van a tudat, és akkor nem tudnak se értékelni, se használt ebből nem kapnak, csak szenvedni fognak. Ezért először van suddha szatva. És a japának, a lelki gyakorlatnak az a lényege, hogy el legyen vonva tudat az alacsonyabb kötőerőktől és suddha szatvára. Mert mikor ott van, akkor szamvit és a haladini sakti bele lép az bakta szívébe, és akkor tapasztalja. De ugyanúgy, hogyha van, majd most volt kirtán, sokan lehetett látni, hogy milyen boldogan táncoltak, énekeltek. Ott természetesen, amikor valaki tapasztalta és érezte, az lehet, mert valamilyen kisebb arányokban a szamvit sakti és a haladini sakti behatolt a szívébe, akkor valaki, ó, Krishna csak nincs, csak itt rád és jám, és én vagyok, csak táncoljunk, a tér, az idő elveszítjünk, ez történik, amikor tudatba behatol a szamvit és a haladini sakti. Nézzünk az időt közben. Ahhoz, hogy megyünk tovább, ahhoz elmesélek egy történetet, hogy a szadana az valamikor lehet gyors, ahogy
Srila Sivarama Maharaja ő elvárna, hogy egy 3 év alatt mindenki sértés nélkül japázon, és utána csak már mennek a Samvit, Hladini, Shakti, és akkor gyorsan menj a lelki világba. De valamikor lehet, hogy úgy csinál valaki, de valamikor nem kap eredményt. Olyan is van. De akinek van igazából Samvit és Hladini Shakti, és ő legalább 3 kötőerő fölött van, akkor bármi vele történik, ő mindig fog folytatni a szadanát, mert ő tudja, majd Krishna, amikor eldönti, akkor majd megkapom az eredményet. Mint a Govinda G. templom mellett jött egy bakta, aki eldöntötte, hogy most ezentől ő úgy fog szadanázni, hogy megjelenjen előtte Ráda és Krishna. És akkor leült. Elkezdte szadanázni. Ki tudja szadanának mi a fő lényege? A fő lényege, igen. Igen, de mikor fogok meglátni? Mikor mi van? És mi kell ahhoz, hogy elérjünk a bávát? Ha? Nem hallottam. Itt már sokan énekeljünk Hare Krishna mantrát. Emeljen kezét, ki már elérte a bávát. Megszabadulnak kötőről. És mi kell ahhoz, hogy megszabaduljon kötőröktől? Folyamatosan kell, hogy? Haribó! Igen, így van. Mohó vágy, Gornitai Prabhu, ő tudja. Hare Krishna, köszönjük szépen. Igen. Nincsen semmi más, mint mohó vágy, ez a lobha. Lobha mai. Ezt kellene gyakorolni. És ez a bakta, ő neki a mohó vágy fejlődött és fejlődött, és egy idő múlva ő már annyira akarta látni, de nem látta még mindig, hogy elkezdte sírni. Ki ma sírt kirtánon? Nem kell elmondani, ez bensőséges, ezek tilos kommunikációs dolgok. Sírni lehet, csak nem mutatjunk belül. Szóval ő elkezdte sírni, és egyszer csak nem jelent előtte Ráda Krishna, nem jelent meg. Végül 40 éven keresztül sírt. Nagyon-nagyon akarta látni Ráda Krishnát. Igazából egy része Samvit és a Hladini már ott volt, egy rész, de nem teljesen még, mert még nem tudta látni Ráda Krishnát. És mikor már megvakult, és 40 év után még mindig ott ült, néha jöttek emberek, hozták neki kis alamizsnát, valamit enni, evett, pihent, tovább sírt. És akkor 40 év múlva Srimati Radharani Krishnával sétálnak. Mit emlékszem, mikor még régen örökkel, mikor volt Krishna völgyben örök, akkor Sivarama Swami Maharaj kérdezteti, szoktátok éjszaka körbe menni a Krishna völgye, a templomot? Igen, igen. Rádésámmal találkoztok? Hoppá! Még nem. Szóval ott jött a Rádésám, és Srimati Radharani hallja, hogy valaki sír, és mondja Krishna, Krishna. Hát miért valaki sír? Ez Vrindavan, itt mindenkinek kell boldog lenni. Gyere, majd menj oda hozzá, és csinálj meg, hogy nevessen. Van Krishna, hát, hogyha nem én, akkor ki tud nevettetni másokat. Elment hozzá, és mondja, Babaji, Babaji, miért sírsz? Ne sírjál, légy szíves. Fú, ez nagyon idegesű volt Krishnának, vagy a Babajinak, és azt mondta, kisfiú, te ki vagy? Hát én tehénpásztor fiú vagyok, akkor mennyi legeltetni teheneket? És akkor próbálta Krishna nyugtatni, és egyre kesergesen, egyre jobban kezdte sírni a Babaji. Végül ránézte Srimati Radharani a Krishna, azt mondja, nem tudom csinálni. És akkor Srimati Radharani mondta, jó, akkor majd én próbálok. És akkor eljött hozzá Srimati Radharani, és akkor nagyon kedvesen mondta, Babaji, Babaji, miért sírsz? Jó, én tudom, miért sírsz.
Azért sírsz, mert elment tőled a feleséged. Hát erre nagyon nevetni kezdte a babaji. És akkor Simáti Rádaráni ránézte Krisnára, így, neked nem sikerült, nekem igen. És akkor elkezdte nevetni, aztán utána mondta, kedves Lali, tudod, nekem sose volt felesége, nincs és sose lesz, de nagyon kedves tőled. És akkor mondta Simáti Rádaráni, akkor én szerintem azért sírsz, mert nincsen senki, aki nagyon kedves a szívedhez. Egyedül vagy. Nincs, akit szeretni, aki téged szeret, ezért sírsz. És akkor válaszolta babaji, nem, de mivel olyan kedves volt, nagyon tetszett neki a kedvessége, Srimati Rádaráni kedvessége, mondta, hát neked, Láli, elmondom. Igazából azért sírok, mert van, aki nagyon-nagyon kedves a szívemhez, de nem jelenik meg előttem. Úgy hívják őt, hogy Krisna. Én itt ülök 40 éve csak azért, hogy őt lássak, mert ő a szívemnek az élete, de ő annyira kőszívű, hogy nem nyilvánul meg előttem sosem. És akkor mondja tovább, hogy és tudod, van mellette csodálatos társa, Srimati Rádaráni, akinek a szíve olyan, mint a vaj, nagyon-nagyon lájtos. De mivel társul ezzel a kőszívű Krisnával, ő is kis kőszívővel vált, és nem jelenik meg előttem ő se. De most már menjitek játszani, hagyjátok sírni. És mikor ezt hallotta Srimati Rádaráni, akkor a szíve megolvadt, mint a vaj. És mondta neki, kedves babaji, mindjárt elmegyek, de egy utolsó kérdésre válaszoljál. Igen? Hogyha meg is jön rád a Krisna, hogy fogsz látni? Viszont te vak vagy. És akkor így felemelte vak szemeit rád és Krisnára, aki egymás mellett álltak, és mondta babaji, hát hogyha rád és Krisna eljön, akkor meg fogok őket látni. Na ez volt az utolsó, amit teljesen megolvasztotta a szív és Srimati Rádaráninak, és nem bírta, és a lotusz, arany lotusz kezével megérintette babajinak a szemeit, akkor a Hladini Shakti és a Samvit Shakti teljes mértékben bement a szívébe, és megváltoztatta mindent, és mikor elvitte a kezeit, akkor babaji látta Ráda és Krisnát. Ki tud mondani, hogyha meglátjátok Ráda és Krisnát, mit kell csinálni? Anjari Mataji. El kell ájulni. Ez a törvény. Hogyha jó sikerül, akkor minimum 3 napra. Ezt csinálta babaji. Elájult. Amikor meglátta Ráda Krisnát 40 év után, csak képzeljünk el, és mikor megkapta az eredményét, akkor ez a préma a szívébe olyan lángra kapott, nem bírta, a tudat nem bírta. Buf. Képzeljétek el, olyan boldog lett, hogy meghalna, de nem bírja, maximum elájul. És akkor elájult. Utána 3 nap múlva, mikor, nem tudom, pont 3 nap, ezt csak így mondom, de mikor magához tért, megint sírt. Tudjátok, miért sírt? Mert látta Ráda és Krisnát. Szóval ez a Hladini és a Samvit, mikor belelép, mikor valaki Suda Szátván eléri, felemelkedik a tudatja, és mikor Samvit Shakti, Hladini Shaktival együttesen belépnek, akkor értékelve lesz a Szadana, Ráda Sjáma Szundar. Teljesen más. Ahogy tudjátok, amikor meg sokszor bakták is mesélnek, amikor kezdenek jönni, először jönnek a templomba, és csak egy-két hét múlva, egy-két év múlva észrevesznek, van valaki az oltáron. Azelőtt csak így, aha, de nem látnak ki. Mert Samvit Shakti, Hladini Shakti nincs, túl sok a kötőerő, és akkor bezavarnak. Mert amikor ez a lelki energia anyagi világba száll alá, ez a 3 sakti, és akkor keveredik a tamasza buddhival,
akkor illúzióba ejti a élőlényt. És itt minden konfliktusba fog állni. Az anyagi világban, hogyha lelki szinten Sandini, Samvit, Hladini, Shakti tökéletes együttműködésbe harmóniát hoz, az anyagi világban minden konfliktus van. Például itt is van Sat Chit Ananda, vagy itt is van mondjuk a lét, hogyha nézzünk anyagi szinten, a Sandini, ez a lét, Samvit, ez a tudás, a tudományok, és Haladini, ez az élvezet, érzéki elégítés. És hogyha valaki próbál élvezni, akkor az élvezet, az konfliktusba fog állni a léttel. Csak próbáljuk meg enni, egyfajtában élvezni ennivalót. Nagyon betegek leszünk, szóval ez konfliktus, és akkor ember végül mérgezés fog kapni. Lelki szinten ott tökéletes harmóniás egyensúlyt nincsen ilyen konfliktus. Ott pont tökéletes együttműködés van. Vagy a tudás. A tudás az a léttel és az élvezettel konfliktusban van. Mert tudás az vagy meg kell ölni valakit, hogy megtanuljunk valamit, vagy meddig kitaláljunk valamilyen gyógyszer, megülünk egy pár állatot. Szóval látjunk, hogy tudomány, tudás konfliktusban jön a léttel, az élettel. És ugyanakkor konfliktusba jön a élvezetel, mert élvezet ez nem racionális, a tudás ez egy racionális, és akkor megint van konfliktus. Szóval ebben a világban ez így történik az élet, ezért Prabhupát nagyon sokszor úr és ura mondja, hogy itt nem lehet boldogá válni. Krishna Bhagavad Gita-ban mondja, dukhalayam asasvatam. Szóval ez nem fog működni. De amikor Sudaszátva szintjére valaki kerül, akkor lesz. Itt van pont ez a vers, ami Srimad Bhagavatamból idézi Krishna Tász Kavirács Goswami. Szatvam vishudam vasudevam shabditam yadjáte tatram puman apavrita. És itt pont ez a lényeg, amikor Szatvam Vishuda Vasudeyam Shabditam, amikor ez a Suda Szatva tudatba kerül, amikor vagy tudat felemelkedik Suda Szatva szintre, akkor Puman Avritam, Apavritam, akkor Krishna megnyitja magát. Szóval megérteni Krishnának a természetét, csak akkor lehet, hogy amikor valaki Suda Szatva szinten van. Ez egy fontos tatva, amit magyarázza nekünk itt Krishna Das Kavirács Goswami. Hogy a szadana bhakti, az kell, hogy legyen tudás, és kell, hogy legyen megfelelő minőség, hogy hogyan tudjunk elérni az igazi eredményeket. És akkor tovább megyünk, még egy pár dolgot, ami magyarázza itt, és ennek a magyarázatot fel fogunk olvasni, ez a 67-es vers. Krishnere Bhagavata Gyana Samvitera Sára Brahma Gyanadika Sába Tára Parivára. Mikrofont. A szamvit energia lényege az a tudás, miszerint az Istenség legfelsőbb személyisége az Úr Krishna. Minden más tudomány, köztük a Brahman ismerete, ennek az összetevője csupán. Srila Prabhupád magyarázatával. A szamvit sakti működése tudatosságot eredményez. Minden az Úr, mind az élőlények tudatosak. Mind az Úr, mind az élőlények tudatosak. Sri Krishna, mint az Istenség legfelsőbb személyisége, mindenhol, mindenről teljes tudással rendelkezik, ezért az ő tudatosságának nincsenek határai. Képes tudást szerezni csupán azáltal, hogy rápillant egy tárgyra, míg a közönséges élőlények megismerését számtalan akadály gátolja. Az élőlények tudásának három változata van, a közvetlen, a közvetett és az eltorzult tudás.
Az anyagi tárgyak észlelése, az anyagi érzékek, a szem, a fül, az orr, a kéz, stb. Segítségével minden bizonnyal mindig torz megismerést eredményez. Ez az illúzió az anyagi energiaműve, melyet elszorzult formában a szamvit sakti befolyásol. Az érzékfelfogás határán kívül eső tárgy negatív ismerete, a közvetett tudás módszere, amely nem teljes egészében tökéletlen, de a személytelen lelki megvalósítás és a monizmus formájában csak töredékes tudást nyújt. Amikor azonban a megismerés szamvit tényezőjét ugyanezen belső energia, hládini energiája világítja meg, ezek együttműködnek. Csak is így tehetünk szert tudásra az Istenség legfelsőbb személyiségéről. A szamvit saktit ebben az állapotban kell fenntartani. Az anyagi tudás és a közvetett lelki tudás a szamvit sakti melléktermékei. És hát gyakorlatilag mi ma olyan témáról beszélünk, ami ISKCON-ban nem szokták beszélni. De mivel ma Srimati Radharaninak megjelenési napját ünnepeljünk, ezért ma egyszer éve van egy kis pici jogunk, hogy erről a témáról beszéljünk, és most lesz kettő következő vers a lényege az egésznek. A ladinira szára, hát ha együtt tudjunk fordítani, a ladinira szára préma, ki tud mondani, mit jelent? Mancsári Mataji. A ladini lényege a préma. Préma szára báva, prémának a lényege a báva, Bávera parama kasta, kasta náma mahabáva. Szóval a hladini energiának a lényege a préma, a préma szára, prémának a lényege a báva, az érzelem. Szóval mi ez, mit jelent, hogy báva, mit jelent, hogy préma, ez az érzelem. Bávera parama kasta, a csúcsa a bávának, ez a mahabáva. Akkor a magyarázatot kérünk. A hládini sakti terméke az Isten iránti szeretet, melynek két változata van, a tiszta és a vegyített tiszta szeretet. Az élőlény csak akkor jut el az Isten iránti tiszta szeretetig, amikor Krisna sugározza a hládini saktit, és elárasztja vele az élőlényt, hogy vonza őt. Amikor viszont ugyanezt a hládini saktit beszennyezi a külső anyagi energia, és az élőlényből árad, nem vonza Krisnát. Éppen ellenkezőleg, az élőlény kezd el vonzódni az anyagi energia káprázatához. Ekkor, ahelyett, hogy az Isten iránti szeretettől tébolyodna meg, az anyagi érzékkielégítés után kezd őrülten vágyódni, és mivel az anyagi természet minőségi kötőereivel társul, elragadják annak lesújtó, boldogtalan érzésekkel járó egymásra hatásai. És folytatja, tudjátok, mindig náva-náva rászadámani, mindig új meg új információ, még magasabb, és a következő, legmagasabb. Mahabhava Svarupa Sri Radha Thakurani. Kell fordítás? Mahabhava Svarupa Sri Radha Thakurani. Szóval a Mahabhavanak a forma, ez a Srimati Radharani. Sarva guna kani Krishna kanta shiromani. És minden, aki azok között, akik nagyon kedves Krishnához, ő a legkedvesebb. Ő a drága kő a koronában. Shiromani. Krishna kanta shiromani. Ez a Radha Tattva, ez a Srimati Radharaninak a természete. Most próbáljunk meg egy története belül, együtt megnézni, hogy hogyan ezek a lelki energiák, amikor tiszta szinten van Krishna és a baktái, akkor mennyire tökéletes élvezetet nyújt a mindenkinek és boldogságot, és csak fokozza és fokozza a szeretetet közöttük. És
van egy nagyon szép könyv, magyarul mindjárt mondom, nem tudom magyarul, hogy kell. Gurgovinda Marács írta, a part elkülönülés partja, vagy valami, nem tudom. Nagyon szép. És ott írta egy nagyon jó történetet. Krishna Prema Koldosa, ez a neve, címe történetnek. Úgy történt, hogy a 8 száki Srimati Radharanival együtt várták, hogy Krishna jöjjön a Kundzsába. És nagyon szépen kidíszítették Kundzsát. Ott volt több helyiség a Kundzsába, volt egy belső szoba, volt egy ilyen, mint egy nappali, és akkor ezt díszítették. Díszítették virágokkal, Madhavi, Malati, Yui, Szapálika, Belli és Malika. Ezeket a virágokat rakták mindenhol, és különlegesen illatos volt az egész Kundzsa ezektől a virágoktól. És vártak, jöjjön Krishna. Várnak, várnak, és tudjuk, szokás szerint nem jön a Krishna. Akkor most mi legyen? Akkor Visáka küldte Dutit, vannak ilyen kislányok, akik ilyen, hogy mondjuk, hát velük üzennek egymásnak. És akkor elküldte Dutit, hogy keresd meg, hol van a Krishna. És akkor ő, mikor elindult, akkor találkozott út közben, mindjárt megnézem a nevét, hogy pontos legyen, Sájbja, igen, Sájbjával. És a Sájbja, ő Csandravalinak a Duti. És akkor ilyen büszkén elkezdte mondani, most ott van Krishna az én úrnőmnél, és akkor most ezért most ez a legfontosabb dolga neki. Hát akkor mikor ezt hallotta az a Duti, akkor visszaszaladt, és mikor mondta Visákának, akkor a Visáka azonnal dühbe gurult. Ez a man, ez a düh, transzcendentális, szeretet alapú, tökéletesen tiszta düh. És akkor most mi legyen? Akkor gyorsan mondta, elment Srimati Radharanihoz, és neki is elmondta, hogy mi történt. És ebben a pillanatban Srimati Radharani, aki ilyen elkülönésbe várta kedves Krishnára, akkor rögtön ő is egy ilyen abimán, ebben nagy-nagy dőbe gurult, és azt mondta, kész, csaló, én itt várom, az életemet adtam neki, ő pedig mit képzel magának, hogy nem, itt elment Csandravalihoz. És igazából magyaráznak az acsárják, hogy Radharani mindig szídja Krishnát, és te miért mész oda, miért akarsz ott csinálni? Mert ő tudja, hogy Krishna azt a szeretet, azt, ami Csandravali ad, azt nem tud úgy élvezni. És ő aggódik, hogy Krishna nem lesz ilyen boldog, hogy a Csandravalinál van. Nem maga miatt, hogy miért nem mellem vagy, hanem ő miatta mindig így aggódik, és akkor így jön ki, mint egy konkurencia. De végül ez a kettő csapat, a Csandravali csapat és a Srimati Radharani csapat, az Krishnának az élvezetet szolgálja, fokozza mindig egyre jobban, és jobban Krishna élveze. Mindjárt ebből fogunk látni, mi lesz. Lesz itt még egy pár kanyar. Szóval végül Srimati Radharani külsőleg teljesen eltagadta Krishnát. Azt mondta, hogy ide be se engedjitek hozzám. Ezek után, amit csinálta, látni se akarok. De a belül a szív teljesen meg volt olvadva. Belül nagyon akartak találkozni Krishnával. És végül jön Krishna. Azt hisz gondolta, semmi nincs gond. Ő nem tudta, hogy ott már tudnak minden a lebukott. És akkor így jön, próbál bejönni, és akkor Kundzsába igazán dühösek, Visáka és Lalita állnak, nem mehetsz be. Hogy nem mehetek be? Te elároltál, ami
úrnőnket, elmenti Csandraválihoz, összetörtél a szívünket, meg a Srimati Rádha Ráninak, ezen túl sose jöhetsz be. Tudod, milyen szomorú, hogy hogy sír a Srimati Rádha Ráni? Mit csináltál vele? És akkor mondta Krisna, hát pont azért engedjének be, megnézi az én, meglátja az én lotusz arcomat, és akkor orra fog, boldog lesz. Nem, mondtuk, hogy nem, nem jöhetsz. Úha, Krisna egy érezte, hogy itt baj van. Ti szoktatok néha egy érezni, hogy baj van? Ott is, a transzcendentális szinten is történnek bajok. És rájött, hogy hoppá, ő akarok, én szeretnék Rádha prémát, de most nem kaphatok. De ő függ ezen. És először elment Yamuna partjára, és ott leült, és elkezdte feleszmélni, hogy mi történik. És kezd zavarba jönni. Gorgovinda Maharaj egy másik történetekben is meséli, hogy amikor Krishna nem kapja ezt a Haladini Shaktit, az eredetit, Srimati Rádha Ránit, akkor madness, úgy mondják angolul, megörül, örült lesz, madness. És akkor pár napja néztem YouTube-on egy leckét, nem értem angolul, de ez nem kellett fordítás. Csak így mondja, hogy Krishna milyen zavarban van, mikor nincs Srimati Rádha Ráni, és akkor elkezd nevetni Gorgovinda, ha nem őrült. Ha mondom őrült, Krishna megőrül, őrült. Ez hihetetlen, ez a Gorgovinda Maharaj. És akkor egy 10 perc csak erről mesélt, hogy milyen, amikor Krishna egyensúlyból, és akkor mondja, hát nézitek, ő az Atmaráma. Ő mindig önmagába elégedett. De amikor nem kapja Rádha prémát, akkor őrült lesz. Teljesen zavarba fog jönni, és Krishna teljes zavarba jött, és sírt. Elkezdte sírni, hogy szeretnék kapni Rádha prémát, csak ezt az egy dolgot keresek. És akkor Purnamasi, aki brámana, és aki rendezi a kefteléseket Vrindávánba, ő is látta, hogy tényleg bajban van, Krishna kell segíteni. Mert a lelki világban bakták mindig, ők is boldogok, mikor találkoznak Rádha és Krishna. De tudta, hogy most olyan bajt intézte magának Krishna, hogy olyan egyenesen, gyorsan nem lehet csak, na üljetek, beszéltek egymás között, és rendben lesz a dolog. Itt már ez nem fog történni. Ezért megkérte a Vrinda Devit, hogy tudta, hogy Vrinda Devi mindig tudja, mi kell rendezni ahhoz, hogy Rádha és Krishna tökéletesen legyenek boldogok. És akkor ezért Purnamasi elküldte Vrinda Devit. Vrinda Devi eljött, és mondta, kedves Krishna, engem küldött a Purnamasi, és szeretnék rendezni neked találkozót Krishnával, Srimati Rádha Ránival. Krishna nagyon megörült, de mondta, de hát hogy? Nem lehet, nem akar engem látni. Csandraválinál voltam, én nem tudom, mi legyen. És akkor mondta, nem baj, mindjárt rendezünk. Tényleg rendezel? Igen. Akkor már mehetek is? Várjál. Hogy mész? Hát ezzel a pávatollal nem mehetsz te sehova. Vedd le a pávatollat. Jó, levette. Utána mondja, szerintem a sárga dótiát vedd le. Meg az a szép fekete haj, nem, így nem mehetsz. Neked csak úgy kaphatsz Rádha prémát, hogyha kódosként, biksa, hogyha mint egy szanyászi fogsz menni. Neked most venned kell a szanyászt. Hát Krishna mondta, Rádha prémáért szanyászt is vehetek. És abban a pillanatban, hopsz, és akkor Krishna sáfrány ruhában van, akkor van neki kopasz, és akkor mondja, mehetek? Azt mondja, nem, várjál, hát ilyen kék színű nem mehet, szanyászi nem olyan. Hogyha akarsz Rádha prémát koldolni, akkor aranyszínű kell legyen, olvasztott aranyszínű legyen a testet. És akkor Krishna aranyszínű lett. Emlékezted valakire ez a angolán? Mahaprabhu ki jai. Szóval ő is így jött, mint Rádha Préma Koldos, Csaitanya Mahaprabhu, mint szanyászi. És akkor mondja, de ahhoz, hogy ez jó működjön, adok neked kanjanit,
Kanjani, ez olyan csörgő dob. Azzal kell menni, dob, csörögni, dobolni, és egy mantrát megtanítsalak. Ez szanyászi, meditáció, Gayatri mantrát. Persze nem Gayatri, csak viccelek, de megpróbálom ezt felolvasni. Mi ezzel kell menni Krisnának Vrindávánba. Srimate Radhe Badabhimani, Vamya Bhava Shiromani, Shyama Sari Angya Achadana, Tava Tapta Kanchana Varana, Etta Dina Chile Paganili Rai, Kanu Preme Prana Sapti, Prana Sampi, Sarva Rupe Guni Ogo Gandharvike, Kanumana Karichuri, Adja Radha Prema Bhiksha Magi, Kanu Pere Dvara Dvare Dvare Hai. Itt az utolsó, hogy Adja Radha Prema Bhiksha Magi, hogy Kanu Pere Dvare Dvare Hai. Szóval Kanu koldosva vált, és csak megy, és csak koldulja azt a bhikshát, a kegyet, a adományt, Radha Prémát. És akkor itt van kis fordítás is erről. Ó, kedves Srimati Radharani, te nagyon mérges vagy, és bezárkoztál. Abhimán, mérges. Vamya Bhava Shiromani, te drága a kő vagy, a bal szárnynak, a csoportnak. A te testnek a színe, mint Tapta Kanchana Gaurangi, olvasztott arany. Ideáig te nagyon vágytál Kanu Prémára, Krisnának a szeretetére. Ugandharvika, Radharani, ahogyan ne néz, bárhogyan nézünk, te kiraboltál a Kánát, elloptál tőle a szívét és az intelligenciát. Ezért mai nap Kánu egy koldosra vált. Ő csak megy ajtótól ajtóig, és csak koldolja, adjátok Radha Prema, Radha Prema, Radhának a szeretetét, Radhának a szeretetét. Megtanulta ezt énekelni, Sanyasi Thakur, ez volt neki utána a neve, és akkor ezzel a kis dobbal, safrány ruhába, táncolva, énekelve, megérkezett a Kunjához. És akkor meglátták, hogy milyen szép dalamot énekel Lalita és Visáka. Ó, Sanyasi Thakur, honnan jöttél? Mondd meg nekünk, mit keresel, és kitől tanultál csodálatos dalamot? És akkor mondta, hogy hát én így igazából honnan jöttem, én csak vándorolok egész világba, és én csak kódolok a bhiksát, Radha Prémát, és az én gurum megtanította, énekelni ezt a dalamot, a Srimati Radhika, Gandharvika. Őtőle tanultam ezt a zenét, ezt a dallamot, ezt a táncot, és akkor látták, hogy nagyon ragyog ez a Sanyasi Thakur, nagyon csodálatos, és mondták, ó, kedves Sanyasi Thakur, itt van a úrnőnk a Kunjába, ő nagyon boldogtalan, nagyon szomorú, és hát ha, mivel te egy Sanyasi vagy, de a Sanyasi tudnak jósolni. Lehet, hogy még szeretnék megkérni, hogy jósoljál, légy szíves, mikor megkapja a szíve, vagy a szívébe a kívánt szeretetet, a Srimati Radhika. És akkor ilyen nagyon ilyen okosan mondta a Sanyasi Thakur. Jó, ha bár Sanyasi vagyok, de nem baj, bemehetek. És akkor bevezették őt a Kunjába, és akkor először abba a kis nappaliban, mert Srimati Radharani máshol feküdt, a másik szobában feküdt, és csak mentek a könnyei, folytak a könnyei az ő lotusz szemeikből, és a másik ujjal, amikor a Vrindában, porrával könnyek össze voltak így keverve, akkor csak így ujjal rajzolta ott, és nagyon-nagyon boldogtalan volt.
És akkor előkészítettek két ülőhelyet, és akkor egyikre Sanyasi Thakurt megkínáltak őle, akkor leült oda, elmentek, és mondta a kedves Srimati Radharani, itt van egy nagyon csodálatos Sanyasi, sose láttam még, aranyszínű, jósolni tud, gyere, légy szíves, hagyj, mondja nekünk a jövődet, hogy mikor leszel boldog. És akkor bele kísérték, és leült Srimati Radharani, és akkor a Lalita fogta a tenyerét, és nyújtott a Krishnához. És Krishna mondta, ennyi, ez így nem fog menni. Én szanyászi vagyok, a szanyászi nem érinti nőket, mert nem tudok így csinálni. Én a homlokán tudok jósolni, nyissátok meg az arcát. Nem, hát ez nem lehet. A mi úrnőnk, ő mutatja a saját lótusz csodálatos arcát, csak Krishnának, senki más nem láthatja. És akkor Krishna mondja, hát én szanyászi vagyok, engem ők nem érdekelnek. Én lemondott vagyok. Semmi. Krishna, tudod? Ezért csak homlokot megnézem, gyorsan jósolok, és akkor... De meggyőző volt, persze látták, hogy nagyon lemondott a szanyászi, nem függ a nőkön, főleg lelki világban. És akkor, mikor felemeltek Srimati Radharaninak a száriát, Srimati Radharani, mikor meglátta Krishnát, akkor eltűnt az aranyszín, megjelent a pávatól, fuvala a kezébe, és nagyon boldog volt mindenki, és nagy kirtán és lakoma volt utána. Szóval látjunk, amivel Samvit és a Ladini Sakti uralkodik a lelki világban, akkor ott nagyon édes minden. Anyagi világban, mivel nincsen ez, ez nem értékes senki, és nem működik. Ezért, hogyha mi szeretnénk tapasztalni, akkor fontos tudatosan gyakorolni bhakti jogát, és tudatosan énekelni, vagy ismételni Hare Krishna mantrát, mert saját időben, amikor a mi tudatunk megtisztul a anyagi kevert energiáktól, és sudaszatva elkezd hatni, akkor Samvit és a Ladini Sakti behatol, akkor elkezdünk értékelni, és csak akarunk hallani és hallani Radha Krishnának a kefteléseiről. Addig, ameddig nem fogunk belépni. Na most szerintem nézem, hogy maximum negyedik mennék, többet nem fogunk, hogy egy pár dolgot mondanék, ha már most Srimati Radharaniról beszélünk, de lehet, hogy nem fogok, mert nem akarok össze így zsúfolni. Inkább elmesélek még egy sztorit. Mert ez majd máskor elmesélem, mert tényleg ez így nem fogunk ebbe belemenni. Oké. Akkor egy történet, amikor ezt a történetet mesélte Sivarama Swami 2000-ben. 2000, igen, pontosan 2000, a orosz fesztiválon, a Fekete-tengeren. És akkor meséltem, hogy egyszer, amikor Krishna és Srimati Radharani megbeszéltek, találkozott este, éjszaka, megfelelő helyen, akkor megfelelő időben Krishna el is ment oda. Hát tudjunk, hogy Krishna ő
hogyan, amikor Krisna lefekszik aludni este, akkor Yasoda mama ajtó előtt 2 őrt rakja. Tudjátok? Nem szabad, nehogy elszökjön, mert mindenki elszökik. Mert általában, amikor Krisna jön, Srimati Yasoda mama ébresztene Krisnát, pont előtte 1-2 perccel Krisna ágyba kerül, és akkor alszik, és mikor ébre, amikor bejön a Yasoda mama, a Hladini Sakti és Samvit Sakti rögtön csúcsra kerülnek, és meglátja akkor rögtön ezt a szépséget, szóval Krisna megnyílik a szívébe, és elkezd sírni, csak látja ezt a szép képet, hogy hogyan fekszik Krisna az ágyba, és a fekete haja szét van itt a párnán mindenhol így össze-vissza, de ez nagyon szép, ez nem anyagi össze-vissza, az tökéletesen össze-vissza van, ez lelki világban össze-vissza, ami a prémát csúcsra viszi, és akkor rögtön sír, Yasoda mama, aztán csak látja, hogy valami furcsa kék ruhában van Krisna. És akkor mondja, Kanad, mi ez a ruha rajtad? És Krisna mondja, upa, mindjárt le fogok bukni, ez nem az én dótim. Azt mondja, ez Balarámnak a dótia? És akkor Krisna próbál elvonni figyelmét, így elkezd, játszani vele így, kinyitja a szemét, becsukja, játszik, és akkor így Yasoda mama elfelejti, és akkor így el van simítve, nem bukik le, hogy mindjárt lebuki, hol voltál éjszaka, hogyha nem a te ruhád van rajtad, akkor itt már nagy baj lesz megint. De akkor Yasoda mama van még sikeres, Simáti Rádanánénál már nem működik, ott már ki van tiltva azonnal, de Yasoda mamával még tud játszani. De lényeg, amikor várni kezdte a Simáti Rádanánéra Krisna, elszökik, nem tud elszökni az ajtón, azért a balkonon elszökik, és magyarázta a Srila Sivaráma Maharaj, hogy ő teli hold van, és ő a fáknak az árnyékába szaladt, egyik árnyékból másikba, és ő maga, mint egy árnyék, és mikor bemegy az árnyékba, nem lehet látni. Szóval így Krisna nagyon jó tud elbújni. Végül eljött a banyánfához, a Vamsivádhoz szerintem, igen, banyánfa, várni. De Srimati Rádaráné nem tudta elszökni olyan könnyen, nagyon nehéz, mert a gópik és hát Vrindávánban, Indiában egy nő nem mehet a házon kívül egyedül éjszaka, mert akkor már nem egy erényes, és akkor el lesz tagadva. Ezért nagyon körülményes volt. És Krisna várta, gondolta, mindjárt jön, és egyre megint Atmaráma, aki önmagába elégedett, elkezdte elveszíteni az egyensúlyát. És elkezdte zavarba esni, hol van a Rádha. És először leült, utána felállt, akkor ment ide-oda. Nem tud megnyugodni, akkor leült. Akkor gondolta, jó, meditálok, hogy kicsit figyelmemet elvonjam a Rádhától. Akkor látta a Yamunát, akkor a lotuszvirágokon, akkor meditálta a lotuszvirágokon, és abban a lotuszvirágokból csak látta Srimati Rádaránénak a lotusz szemét. Megint nem tudom, és akkor csak egyre jobban izgult. Akkor a Yamuna folyó, hosszú, szép, kacskaringos, akkor azon meditálok. Jó, fekete, leült is meditál, és ebben a pillanatban, hogy elkezdte koncentrálni Yamuna folyóra, akkor csak lát a Srimati Rádanárénak a szép hajfonatot. Akkor, szóval bármit csinált, nem bírta megnyugodni. Gondolta, hát egyetlen egy lesz, ami engem megnyugtatja, az a neve. Srimati Rádanárénak a neve. És akkor elkezdte mondani Rádhé, 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 Rádhé. És akkor lassan, mikor elmerült a Srimati Rádanának a nevébe, akkor a testje elkezdte változtatni, és Shyama Sundarnak a testje lett Góra Sundar. Tovább mondja Rádhé, 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 és ma a tudat elkezdte változni. És egy idő múlva ő gondolja, hogy én Rádha várok Krisnára. Miért késik a Krisna? És akkor tovább, Rádhé, Rádhé, és olyan csodálatos hangulat volt, amikor Krisna, amikor ránézte magára, csak látta, hogy ő száriban van. Szóval Rádha, Rádha vár Krisnára.
és abban a pillanatban az állatoktól a hírek elterjedtek egész Vrindávánba, hogy gyertek, nézzétek meg, Shyama Sundar, Góra Sundar! És mindenki össze, egész Vrindáván, minden környezetről összerepültek a madarok, és minden állatok eljöttek, meg a fák is oda sétáltak. És mindenki nagy tömegbe körülvette, és néznek ezt a csodálatos látványt, amikor Krishna ragyú már az egész arany színével, és mondja, rád, hé. Ebben pillanatban Srimati Radharani megérkezett. És amikor megérkezett, akkor állatok gyorsan így látták, hogy jön a Srimati Radha körbe, csináltak egy folyosót, így arribáltak, Srimati Radharani oda jön, látja, hú, elkéstem, biztos valamilyen félisten jött, vár a saját barátnőre, de Krishna várt rám, és elkéstem, és akkor biztos elment egy másik helyre, ahol fogunk találkozni. És akkor elment, elindult tovább. Megfordult és elindult. És utána hallja, rád hé. De hogyha ez félisten, akkor miért mondja az én nevemet? Az én nevemet nem szokták mondani félistenek. Tovább hallgatta, rád hé. De ilyen szeretettel, ezt csak Shyama Sundar tud mondani. És akkor visszafordult és oda jött hozzá, és megállt mellette. És Krishna, ő mondja, rád hé, és azt érzi, hogy én vagyok a Rádha, ezt a bávát teljesen átvette, én meg volt győződve, én Rádha, várom Krishnára. És egyik pillanatban elkezdte érezni ugyanezt a bávát, ami sokkal erősebb, mint ő belül van, kívül van. Akkor erre hatásra megnyitotta a szemeit, és látja, mondja, hát ő, én Rádha vagyok, várok Krishnára, ő pedig ki? És utána elkezdte nézni magát, és akkor látta, hogy igazából ő Dótiba van, és ő Krishna. Szóval így ez a Samvit Shakti és Hladini Shakti működik lelki világban, és hogyha mi tanulmányozunk, társulunk egymással, és támogatjunk egymást lelki életbe, akkor mi is tudjunk majd részesülni, mert Srila Prabhupád nekünk ezt megígérte, és megadta mindent ahhoz, hogy mi kapjunk élő élményeket, mint a mai kirtánban. Köszönjük szépen! Sri Sri Radha Shyama Sundara Ki Jai, Jai Jai Sri Sri Radhe! Srila Prabhupada ki jai Nitai Gaura Premanandi Haribo. Gaura Bhaktavrinda ki jai.